Na figyeljetek, van-e második esély egy rosszul sikerült együttlét után? Ez a szex? A szex. Igen. Ez a szex? Igen, Evelyn? Hát van, de. Ja, igen. Akkor miért igen? Miért ennyire? Azért mondom, hogy van, de nincs. De gyerekek, bocsánat. Ritkán szokott. Itt ugye őszintén beszélünk. Persze. De akkor miért az igen tartott, ha nincs? Hát, hogy van még esély. Van még esély? De közben azt mondta, hogy nincs még. Van még egy esélye, de ha már az első nem, az már csak ilyen magam megmutatása. De és te miért így? Azért, mert határozottan így. Mert az első az soha nem jó. Hát az első az soha. Jó, de azért az első után érzed, hogy van-e abba annyi, hogy ez még a másodiknál javítható, nem, én Lia? Én gondolom, hogy egy második nekifutást mind érdemes jó, tenni. Jó, akkor igen. Ez a mert legyünk piszik, és mindenkinek jár egy második esély. Igen, most gondolj bele, mennyire izgulhat, vagy tehát, hogy annyi minden befolyásoló tényező van, hogyha... Hát meg a tapasztalat, az évek és a rutin. Az első soha nem. Nem, én na jó, hát... Én nem. Higgyetek, nekem azért jöttem át Pestről. Ez így van. Az első, az 95%-ban nem jó. Ez, amit mondasz, izgulsz, új terep, kinél vagyunk, milyen zene, mi történt. Szóval rengeteg, rengeteg ráhatás van, és nem biztos, hogy az... Imádom az Evelyn, óriási fekete öves egyébként. Csak nézd, én is azon gondolkozom, hogy hogy tudok erre kultúráltan reagálni, hogy valakivel baj van, mert szerintem nagyon is tud egy első kis jó lenni. Igen. És most vagy a Levi szaladt rá nagyon csúnyán, ha rossz eső. Az, hogy neked Levi nem megy, hát ezt sajnáljuk. Ennyi. A Levi nem szokott rászaladni. Most mondtad. A hosszú emlőre nem, erről szó nincs. Azt mondom, hogy 95%-ban nem. És bocsánat. A férfi társai nevében mondtad, te az 5% vagy. De akkor mi azzal az 5-tel vagyunk? Én csak találkoztam az 5-tel. Akkor legyen az, hogy akkor nekem se sikerültek az elsők sokszor. Jó, és? Na de utána azért olyan kompenzáció indul be. És nem is itt kell ütögetni, és ettől is kell, hogyha valaki terhes, akkor mindenki simogatja a hasát, jaj. Nekem soha hogy, senki érted. Az idő alatt, amíg ért. Aha. Érted? Pedig hasadra kellett volna pacsizna. Hát de. Engem miért nem simiznek meg? Hasiká, persze. Na, szóval a dolog szóval lényege, hogy akkor is jó. Igen, jó? Ne akarjál itt. Okay. Én furmányos, én furfangos frigyesik jaj, mellettem. Jaj, de jó, olyan. Harsányi Levente vagyok.